Hello, sziasztok és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, keddi napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Ábrahám hegyről, nos tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Ábrahám hegyen, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek Ábrahám hegyen. És most tulajdonképpen azt a túrámat folytatom tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel! Ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most. És akkor én folytatom is tovább a mai kis túrámat. Remélem, hogy a továbbiakban is velem tartotok. Köszönöm szépen! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim! Én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom nektek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, arrafelé van Badacsonyőrs, Badacsony-Tomaj, Badacsony. Tehát abból az irányból jöttem az ezt megelőző videómban. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is hablatyolok, nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiakban nem arrafelé folytatom a túrámat, hanem már fordulok is egy újabb 180 fokot, és haladok tovább itt, Ábrahám hegyen, a mai napon. Tartsatok velem! Köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom a túrát, tartsatok velem! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább a mai túrámmal, és valójában azt a túrámat folytatom tovább, amit én ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És most átmegyek a Brunót-patak fölött. Brunót-patak? Vagy Brunót? Vagy Brunót-patak? Na, mindegy. Átjöttem fölötte, átjöttem a patak fölött, és akkor haladok tovább arra egyenesen. Mindjárt itt lesz majd bal oldalon az Ábrahám-hegyi vasúti megállóhely. Hát ugye az volt a tervem, hogy idáig gyalogolok el ezen a mai napon, de mivel hogy idővel még egész jó állok, így hát elgyalogolok szerintem Balatonrendesig, ami körülbelül ide 2 kilométerre van, mert körülbelül annyira van ide Balatonrendes, 2 kilométerre, tehát valószínűleg elgyalogolok odáig, és a mai túrámat majd ott fogom ténylegesen befejezni ezen a keddi napon. Hát közben jön itt egy útelágazás, Szentbélkála 11 kilométer, Káptalantóti szintén 11 kilométer, a Balaton Bike 232-es számú kerékpáros túraútvonalán. És akkor ugye arra felé van ugye akkor Szentbélkála,
Milyen Szentbékkál, akkor arra felé van, illetve Káptalantóti, az is arra felé van, illetve ott van a vasúti átjáró, ahogy láthassátok ezen a felvételem. Na de én megyek tovább egyenesen, Balaton rendes 2 kilométer, hát még 2 kilométert le kell gyalogolnom, hogy eljussak Balaton rendesig, és több mint valószínű, hogy ez a mai napon meg is lesz, mert 2 kilométer az semmi tulajdonképpen, mert 2 kilométer nekem meg se kottyan. Tihany ugye 34 kilométer, Balaton rendes 2 kilométer. Hát ezt most olvastam le a tábláról, és akkor haladok is tovább természetesen Balaton rendes irányába, és akkor az is eldőlt egyúttal, hogy a mai napon ugye Balaton rendesig fogok elgyalogolni ezen a keddi napon, ezen a ragyogó napsütéses kedden. És akkor szépen haladok is tovább a mai túrával. Hát valójában már csak 2 kilométer van akkor vissza a mai túrámból. Tehát ugye most már úgy lesz ténylegesen is, hogy elgyalogolok Balaton rendesig, és hogy onnan fogom folytatni majd egy következő alkalommal ezt a túrát. Hát a következő alkalom az nem tudom mikor lesz, amikor majd az időm engedi, meg a hangulatom, majd akkor lesz a következő alkalom. Hát egyelőre jussak el Balaton rendesig, és utána majd valamikor fogom folytatni ezt a túrát természetesen. Hisz ezt mindenképp fogom folytatni, mert ez jó kis túra. Már mióta elkezdtem ezt az egészet. Hát valójában ugye közel 2 héttel ezelőtt kezdtem el, ugye Balaton akaratján, mert tényleg közel 2 héttel ezelőtt kezdtem el Balaton akaratján ezt a túrát. Csak éppen ugye megfordítottam a túrát valójából. Tehát Balaton akaratjától elgyalogoltam Balatonalmádiig. Tehát ugye ez volt Tehát ugye nagyjából 2 héttel ezelőtt volt az, amikor Balaton akaratjáról elgyalogoltam ugye Balatonfűzfőig. Ez nagyjából megközelítőleg 2 héttel ezelőtt volt. És ugye a hétvégén, vagyis vasárnap folytattam a túrát ugye Balatonfűzfőtől egészen Balatonalmádiig. És ugye vasárnap jött az a döntés én nálam, hogy ezt az egész túrát ugye megfordítom, és akkor ugye Badacsonytól haladok visszafelé Balatonalmádi irányába. És a mai napon ez meg is történt, hogy ugye elindultam Badacsonyról, hát konkrétan a mai túrámat ugye ott kezdtem el, Badacsonyban, a hajóállomáson, de nézzétek meg ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is hablatyolok. És akkor megyek tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor ugye az is eldőlt, hogy Balaton rendesig fogok elgyalogolni ezen a keddi napon, ezen a gyönyörű szép napsütéses keddi napon, hogy én kedden mit sétálgatok itt ilyen tök nyugodtan munkaidőben. Hát erre igen egyszerű a válaszom. A válaszom az az, hogy fizetett szabadságom vagyok a héten, tehát a jó megérdemelt szabadságomat töltöm, és ha már ugye a jó megérdemelt szabadságomat töltöm ezen a héten, akkor miért is ne túráznánk egy jót, mivel ugye nagyszerű idő van. Tudom, a tegnapi nap az kimaradt, de tegnap ugye a postást kellett várnom, mert csomagom jött a postán. Az, hogy milyen jellegű csomag, az benneteket ne érdekeljen, meg hát igazándiból nem is tartozik a senkire, csak én rám. Úgyhogy ezt nem fogom elmondani, viszont azt elmondom, hogy tartsatok velem a továbbiakban is, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor itt kanyarodik az út. Hát igen, itt egy szép nagy S-kanyar van az útba tulajdonképpen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát előbb jobbra, majd hirtelen balra veszi az irányt ez az út.
Jó, mondjuk ez a kerékpárút, ez jó, jó a nyomvezetése neki nagyon. Nagyon jó a nyomvezetése. Főleg úgy, amikor lecsatlakozik a 71-es út mellől. Hát megint egy ilyen lakóövezetbe érkezek be, ahogy így elnézem. Hát igen, ez itt egy újabb lakóövezet, ahogy így elnézem. És akkor folytatom is tovább a mai túrát. Itt Ábrahám hegyen, mert hogy Ábrahám hegyen vagyok már, és a következő település az majd Balatonrendes lesz, és a mai túrám az több mint valószínű, hogy odáig fog ma szólni, Balatonrendesig, tehát odáig fogok a mai napon elgyalogolni, és majd legközelebb onnan folytatom ezt a túrát. Az, hogy mikor, az majd más kérdés, ez persze sok mindennek függvénye, de legfőképpen az időjárásnak, na meg a hangulatomnak is függvénye, vagyis ez két dolog tulajdonképpen. Hát valószínűleg nem holnap fogom folytatni ezt a túrát, mert sajnos holnaptól jönnek az esős napok ismét, tehát megint jön az esős időszak, lesz egy pár esős nap az elkövetkező napokban, és ugye a holnapi napon ugye ez megkezdődik, így hát a holnapi napon több mint valószínű, hogy nem fogok túrázni, hiszen nemrég gyógyultam fel egy kisebb megfázásból, és nem szeretnénk visszaesni, mert azért az nem volt annyira kellemes. Jó, mondjuk nem is volt annyira komoly, tehát azon kívül, hogy tökre be volt dugulva az orrom, meg orrhangom volt, azon kívül semmi komoly bajom nem volt, és hamar át is ment rajtam, úgymond ez a kisebb megfázás. Hát ez is előfordul velem, ritkán, de előfordul, hogy megfázok, de nagyon ritkán, de előfordul, kb. Évente, hát egy évben egyszer vagy kétszer fordul ez elő nálam, vagy egyszer fordul csak elő egy évben. Legyen kétszer, mert idén ez már a második volt, ha jól emlékszem, igen, mert ugye tavasszal is volt egy kisebb megfázásom, tehát most ugye ősszel volt a másik. Hát olyan egy évben kétszer szoktam megfázni, de semmi komoly, tehát semmi komolyra ne gondoljatok. Tehát lázam se volt meg, semmi ilyesmi, csak annyi volt, hogy a orrom baromira be volt dugulva, és ezáltal orrhangom volt. Na de, megyünk is tovább természetesen. Így hát ugye, mivel holnaptól jön az eső, így valószínű, hogy nem nagyon fogok túrázgatni, mert ahogy mondottam, nem akarok újra megfázni, mert azért az nem egy kellemes dolog, hogy az ember nem tudja az órán venni a levegőt, főleg éjszaka. Jó, vehettem volna orrcseppet, igazatok van, csak hát nem nagyon szoktam én gyógyszerre költeni, és ez legyen is így még jó pár évig, hogy nem nagyon kelljen nekem gyógyszerre költeni a pénzt. Tehát ez egy jó pár évig lehetne így, azt el tudnám fogadni. Na de, megyünk is tovább természetesen. Folytatom tovább a mai túrámat. És én jelen esetben még Ábrahám hegyen vagyok, de hamarosan majd elhagyom Ábrahám hegyet, és következik majd Balatonrendes. Hát, ha itt minden igaz, itt majd mindjárt balra el kell majd kanyarodni. Itt majd az út elvisz balra. Jaj, itt mindjárt balra kell majd menni. Itt úgy látom, hogy vége van az útnak. De kerékpár úttal folytatódik természetesen. Ja igen, tehát itt vége van az útnak, és folytatódik egy kerékpár úttal.
Balatonrendes irányába. Hát nekem is arra kell menni úgy is, Balatonrendes felé. Hát igen, itt mindjárt balra is el kell kanyarodni, a kukák után. Igen, tehát itt balra. Hát kimegyünk a vasút mellé, vissza. Hát szépen vissza kimegyünk a vasút mellé. Hát itt egy újabb kerékpáros pihenőhely, itt bal kézre, itt meg új ez a kerékpárút amúgy, ahogy így elnézem, nem a rég lehetett ez megcsinálva, és itt van egy ilyen kerékpáros pihenőhely. Tehát íme, itt van egy kerékpáros pihenőhely Ábrahám hegy előtt, illetve már Ábrahám hegy területén. Tehát itt van egy ilyen kerékpáros pihenőhely, hogy láthassátok ezen a felvételen, ami egyben esőbeálló is, Balaton Bike 365, oké, Nyugat-Balaton, közben ott van egy részletes térkép, és elhagyom Ábrahám hegy települést, tessék, lássék, itt van vége Ábrahám hegy településnek, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát Ábrahám hegynek itt van a vége. Hát valójában elhagyom Ábrahám hegy települést is, és következik Balatonrendes település, ahol a mai túrám tulajdonképpen a végéhez fog érkezni. Tehát Ábrahám hegynek itt van a vége, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát Ábrahám hegy vége, áthúzva ugye a tábla, illetve az Ábrahám hegy felirat. És akkor vége van Ábrahám hegynek, viszlát Ábrahám hegy. És akkor én folytatom tovább a túrát. Itt a kerékpárúton, és megyünk ki vissza a vasút mellé, csak éppen most a vasút jobb oldalán vagyok, hogyha a Badacsony irányából nézzünk, akkor éppen ugye a vasútnak a jobb oldalán vagyok, a Badacsony irányából tekintünk a útra, mert ugye én Badacsony irányából jövök, és akkor itt szépen meg van csinálva ez a kerékpárút. Amúgy ez valójában a legújabb szakasza a Balatont körbe megkerülő kerékpárútnak, mert tényleg ez a legújabb szakasza neki, nem arrég adták át, azt hiszem egy éve, másfél éve adták át, vagy két éve már. De tudom, hogy nem rég adták át a kerékpárosoknak ezt a kerékpárutat. Hát azt hiszem van annak már két éve is, hogy ezt átadták, de még lehet látni rajta, hogy ez igen, igen újszerű állapotban van, még ez a kerékpárút, mert tényleg még igen újszerű állapotban van, hisz nagyjából két éves ez a kerékpárút, legalábbis én úgy emlékszem, hogy akkor adták át, két évvel ezelőtt, 2022-ben azt hiszem, akkor adták át ezt a kerékpárútnak ezt a szakaszát, de hogyha esetleg valaki jobban tudja, nyugodtan megírhatja a komment szekcióban. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább Balatonrendes irányába. Tehát Balatonrendes irányába haladok tovább, természetesen. És mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor azt természetesen díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a útvonalról, illetve a videóról. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is.
tartsatok velem a soron következő videóban is, hiszen hamarosan folytatom ezt a túrát majd egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem tartotok, ha már eddig velem tartottatok, azt nagyon szépen köszönöm, és hamarosan folytatom ezt a túrát egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonrendes környékéről. Sziasztok! Ja, és én majd a továbbiakban arra felé fogom folytatni a mai kis túrámat, tehát arra felé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy soron következő videóban lesz folytatva, úgymond. Hát remélem, hogy tetszett néktek ez a videó, és bízom benne, hogy a soron következő videóban is velem tartotok. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonrendes környékéről. Sziasztok! És majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni a túrámat egy következő videóban. Sziasztok!